Szia Podcast! A Wolfight Club vezetőjével, Farkas Péterrel korábban már készítettünk egy hanganyagot az MMA-ról, a ketrecharc sportnak a művészetéről, a küzdősportok művészetéről. Most pedig elhozta nekünk Papp Lajost is, a legígéretesebb harcosát. Úgyhogy köszöntelek titeket a stúdióban. Hello, sziasztok! Sziasztok! Lajosról azt kell tudni, hogy őt a Real Fight Arena, a második legnagyobb szlovák szervezet szerződtette le, és nagyon remekel ebben az MMA sportákban, a küzdősportokban. És most ezáltal a beszélgetés által próbáljuk ismét egy kicsit a ketrecharcokat közelebb hozni a hallgatósághoz, mert ez egy nagyon komplex sporttevékenység, ami feltörekvő ágban van most. Én Milány Kincső vagyok, és ez itt a Szia Podcast. Iratkozzatok fel YouTube csatornánkra, kövessetek minket Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, mindenhol ott vagyunk, és adjuk a tartalmakat Komáromból, nem csak komáromiaknak. Kezdjük azzal, hogy ugye legutóbb, Lajos, te a lokál legencen álltál pályára, vagy hát ketrecbe, és törött orral sikerült ezt meglépni, hogy sikerült ez a gála, mesélj egy kicsit róla, és mennyire volt ez hazárdírozás, vagy merész lépés, hogy így is. Hát, merésznek mondanám, mert ugye a meccs előtt nagyjából két héttel törött el az orrom, és ugye az orvosok azt mondták, hogy 6 hétig fog tartani, mire újra összefor. 4 hétig semmilyen munkát nem végezhettem volna, és igazából ma telik le a 4 hét pont, úgyhogy igazából csak ma kezdhetnék edzeni. Hát, nem is tudom. Valahogy sikerült megoldanom. Úgy tudom, hogy rögtön az első menetben megütötték az orrodat, és nem tudom, hogy így hogy sikerült felül emelkedned akkor a fájdalmon, hogy így folytatni tudna. Hát előbb inkább ilyen stressz kapott, mert mindjárt az első levitelemnél, ahogy vittem le az ellenfelemet, valahogy beütöttem az orromat, és egyben ugye benyilalt így az egész fejem. És mindjárt néztem ki a petékre, mert ilyen stressz elkapott, hogy eltörött, és akkor kinéztem, hogy mondom, orrom rendben van, és akkor mondták, hogy rendben, és akkor úgy nagyjából megnyugodtam, hogy nem törött el, de fájdalom az nem volt el. Uh-huh. Edzői szemmel mennyire volt ez merészvállalás, hogy így beküldted a Lajost a ketrecbe, vagy hát úgy tudom, hogy te szerettél volna nagyon bizonyítani a módjam. Közösen leültünk, megegyeztünk ebbe, hogy elvállaljuk a meccset. Már csak a szervező miatt is, mert egy közel álló barátunk hozzánk, én mint társszervező vettem részt az egészben, és az a helyzet, hazai közönség, ez nagyon két oldalú a dolog, mert nagyon nehéz hazai közönség előtt bunyózni, mert nagyon nyomás rajtunk, mert ugyebár ha vesztünk, akkor problémás, ha nyerünk, akkor teljesen jó. Úgyhogy a támogatást megkaptuk a közönségről, felrobbant a csarnok, mondhatni azt, mikor belépett a lösöketrecbe a bevonulásnál. Viszont nem szeret mindenképp a december másodikára koncentrálunk, ugye a címmeccsre, amiről már később is beszélni fogunk. Ugye nekünk egy nagyon nagy rizikó volt, mert ha most a meccsen tényleg kap rá egy akkora ütést is, újból eltűk az óra, akkor viszont le kellett volna mondanunk a címmeccset, ami ha nagyságrendbileg veszük, ez akkor már amíg gála hozzá képest, ez egy nagyon kis jelentésű gála. Azért az egy főmeccset kapni egy Steel Arena-ba, a kassán, azért ez úgy gondolom egy övére, nehézsúly övére, ez egy nagyon nagy dolog. Úgyhogy nagyon sok rizikófaktor volt benne, de úgy gondoltuk, hogy megoldjuk. Hát bátra ki a szerencse, ugye? Erről szól eleve a küzdősport is. Mi globálisan a legnehezebb a felkészülésedben? Tehát, hogy mi az, ami a legmegörültetőbb számodra, mert ugye te alapsportod az a birkózás, és ez mellé húztátok fel a többi küzdősportot. Igen. Hogy mi az, ami neked a legnehezebb az egész folyamatban? Hát nem tudom így nagyon kiemelni, nem tudnék semmit. Hát igazából kondíciót azt nehéz nagyon szerezni, főleg ugye az, hogy keveredik a földharc az állóval, és nagyon nehéz állóharcot folytatni egy földharc után, mert tisztára más izmok kellenek, és tisztára elsavasodsz igazából. Szóval ez így a legnehezebb szerintem, ez a kettő között ez a váltás, hogy amikor lentről felkelünk. Szerinted miben kell a legtöbbet fejlődni a Lajosnak? Akár a kassai ütközetre, akár így összességében. Én edzőként egy örök elégedetlen vagyok, úgyhogy... Ez a dolgod, ugye? Az a dolgom. Nagyon sokat fejlődött évek alatt, csak nagyon nehéz átnevelni egy kötött fogású birkózót.
Egy szabadfogású stílusra is, amire szükségünk van, például Tomi ellen majd, Tomás Muzsny ellen, mert ugye ő nagyon magas fiú, és kell még fejlődni azért a boxban, a mozgásban, meg majd most, vagy később is elmondhatom, hogy Lajos, ő egy középsúlyú srác. Ő egy közép, azt jelenti 93 kilóig. Ezt sem látszik, hogy közép. Nem látszik, és mi nehéz súlyban azért választottuk ezt a nehéz súlyú utat, úgymond, mert RFA-ra nem találtak számára 93 kilóba ellenfelet. Állandó nekünk a nem nézeteltérésünk, de vita témánk. Én nagyobb szervezeteknél, én szívesen látnám őt 84 kilóban. Azért az jó kis éles váltás lenne, az éles váltás volna, éles váltás volna, mert enni azért szeret, úgyhogy ez a 84 kiló, tehát kell nálunk tudni, azt előző podcastban is elmondtam, hogy milyen 10-15 kilókkal játszunk, a meccs előtt 10 kilókat fogyunk, a 24 óra alatt meccsre meg 10 kilót hízunk vissza. Uh-huh. Nem is 10 kilót, ilyen súlyunknak a 10, akár 15%-át is. Úgyhogy a felkészülésben visszatérve pedig nagyon nehéz számom, nekem, mint edzőnek beosztanom, hogy egyelőre szárazon kell őt terhelni. Az azt jelenti, hogy nem tudunk kontaktot létrehozni, az azt jelenti, hogy nem tudsz spanningolni egyelőre, földön dolgozni, tudunk pontkesztyűzni, tudunk a falnál dolgozni óvatosan, tudunk a földön zsákkal dolgozni, ez a grand pandot csinálni, pontkesztyűzni, zsákon dolgozni egyelőre. Nagyon nehéz kiszámítanunk, hogy mikor kezdjünk bele úgymond ilyen küzdelmekbe, spanningokba, ahol félek, hogy megint meg fog sérülni az óra. Úgyhogy nagyon nehéz lesz ezt beosztani, de szerintem jövétől elkezdjük már a spanningokat is. Mert ugye csak a zsákon nem lehet felkészülni egy mérkőzésre, úgyhogy kénytelenek leszünk erőltetni. Már meg vannak beszélve Pesten, Pozsonyban, a edzőpartnerek, ugye próbálunk ilyenkor, mindig tudatosan készülünk a meccsre. Keresünk magas edzőpartnereket, mert a Tomás Muzsny az 2 méter 2 centi magas. Magas edzőpartnereket, jó állóbunyós partnereket keresünk, és olyanokat, akik tudják védeni a földreviteleket. Úgyhogy tudatosan fogunk készülni el a mérkőzésre. Ha már itt szóba került a súly, akkor neked azért ez így kényelmesebb, ez a 108 kilós súly kategória, nem hogyha szeretsz enni. Mert hogy az már akkor 25 kiló lenne, amivel játszani kellene, hogy ez már hát valószínűleg nem olyan. Meg hát nem is szerintem, vagy így testalkatomból sem, meg így nem is nagyon tudnék felmenni 120-ig, mert oda nagyon sok izmot kéne magamra pakolni, ami valahol egy hátrány, mert ugye nagyobb izomtömeg, hamarabb savasodik, rosszabb lesz a kardióm, szóval hát én igazából ezt a 110-et céloztam be, innen még 93-ra vissza tudok fogyni. Ez tapasztalat, legutóbb, amikor fogytam, akkor 110-ről mentem le 93-ra. Nem volt könnyű, de... Le kellett őt fognom a szaunában. Há, igen, erre emlékszek, hogy te ilyen drasztikus módszerekhez nyúlsz, de megedett kell szaunában. Meg volt egy ilyen pszichikai terror is, hogy én közben ittam az csörömet a szaunában. Úgyhogy... Hát, hogy milyen kedves edző. Én meg nem ettem, nem vittem egész héten, úgyhogy kellemes volt. Visszatérve ez a súlyhoz. Olyan a szabályzat, hogy a Tomás Muzsnynak, az ellenfelünknek viszont meg fogynia kell. Mert a limit, ahogy mondta Lajos, 120 kiló. Ő ilyen 130 valahány kilóból fog fogyni. Viszont, amit előbb mondtam, azt a 10-15%-ot lemérlegelünk, van két mérlegelés. Reggel van a hivatalos, pénteken, és este van ilyen show, úgyhogy ő a ellenfele péntek reggeltől szombat estig szerintünk úgy gondoljuk, hogy 10-től 15 kilóit vissza fog szedni. Úgyhogy a Lajos lesz max 110, mert ugye nem tud visszatölteni. A ellenfél meg lesz, hát úgy gondoljuk, hogy 130 valamennyi. 130 eleje. 130 körül, úgyhogy... Kemény lesz. Nehéz lesz, nehéz lesz. Van valamilyen kabalád, vagy rituáléd, ami esetleg így a többi meccsen is sikerre vitt téged, vagy most esetleg te vagy a kabalád? Jó, hát az se rossz dolog, de hogy tényleg van-e valami olyan rituáléd, amit mondjuk minden meccs előtt megcsinálsz? Hát én nem tudom, így nincs így kimondottan ilyesmi, ugye a szüleim ott vannak mindig, minden meccsen. Velük szoktam lenni, megnézem, hogy mennyire izgulnak, mert akkor nekem már ugye nem kell, izgulnak helyettem. Meg nagyjából az szokott lenni, nagyjából a meccsem előtt ilyen egy órával megyek a melegítőterembe, lassan elkezdek mozogni, zenét hallgatok, próbálok, hát így átfókuszálni magamat, és általában sikerül is, mert így
meccseimre nem is nagyon emlékszem igazából, csak utána mindig, amikor visszanézem, vagy ilyen pár nap után ilyen képek beugranak, hogy ez meg ez volt a meccsen, szóval... Akkor ilyen sok hatása alatt vagy, és akkor így párhuzamos dimenzióban. Így felhergelem magam, és akkor csak a fókusz így, csak a ellenfelem is én. És ahogy vége a meccsnek, utána meg vissza. Minden versenyző más. Nekem vannak ilyen versenyzőim, akik teljesen nyugodtak tudnak maradni, akik nem izgulják túl. Van olyan versenyző, akit fel kell kelteni, ugye akkor Nyári Danika a meccs előtt, mert ő bealszik, nem is értem amúgy. Arni még például, Nagy Arnold meg azon túl izgulja. Utolsó pozsony meccsén nem izgult annyira túl, de a teljesítményen is látszott, ő meg túl izgulja. Úgyhogy tehát jutott Lajos, neked minden típusból egy. Igen, Lajos az a jobbik típus, hogy nem kell őt nyugtatnom. Ha tényleg pszichikailag, nagyon jó a pszichikája rajta van, és nagyon sokat számít a ketrezadó pszichika. Nagyon sokat számít, úgyhogy hála Istennek ő ilyen versenyző, nem izgulja túl. Tehát jobban szokott. Nagyon nagy hatása van ebbe a szikára az, hogy ő nem nálam kezdte a versenyzőt. Van egy versenyző rutinja. Nagyon sokat számít, hogy rengeteg birkózó meccse volt, és ott meg volt szokva hozzá a bemelegítéshez, a terheléshez, úgyhogy nem nálam kezdett el versenyezni, ez nagyon jó. Mert vannak a versenyzők, akik nálam kezdtek el edzeni, úgymond nulla sportmúltjuk volt, küzdő sportmúltjuk, és ők azért izgulósabbak. Ők a farkas törvényeket tanulták meg rögtön. Igen. Van egyébként olyan, amit utálsz az edzésekben? Vagy nem, akkor ne úgy mondjuk, hogy utálod esetleg, de hogy kevésbé szeret. Legkevésbé, amit szeretek? Hát az a futás, azt nem... Sokat futottam régen, amúgy csak azért futottam eleget. Komán megmondtad. Igen, meg... Hát airbike-ot annyira nem szeretem, de mostanában, hogy már hozzászoktam, hogy erőnléti edzőnél is sokat csinálom, meg most, hogy így a Petinek is nagy kedvence, azt én is tudom. Igen, úgyhogy így, hát hozzászoktam már. Úgyhogy ez a, ami úgy nem esik jól, nem szívlelem. Nekem csak azért kedvencem, mert mindenki más utálja. És akkor persze választasz egy olyat. Nekem azért vált kedvencem. Jó, te szereted nézni, ahogy más szenvedesz, ezt már tudjuk. Az a munkám. Nem, én azt gondolom, ez a gép, ez nagyon jó megterheli az embereket. Tényleg különböző fázisokban megyünk azzal a géppel, airbike-kal, úgyhogy... Én azt gondolom, hogy segít a felkészülésben. Ez szerintem is. Nagyon sokat kondira, sokat segít, csak a profik is használják, nekik meg kell csinálni 5 perc alatt 100 kalóriát rajta, háromszor egymás után, ami hatalmas terhelés. Hát, úgyhogy... Igen. Viszonyítási alapnak 15 másodperccel szoktál velünk 5 kalóriát elégettetni? Lányokkal igen, de az rövid távú megterhelés. De ő neki keretben azért 5 percig kell terhelni, azért más. A srácoknak 5 percig kell rajta menni, és azért megvan szabva, hogy mennyit kell csinálni. Úgyhogy az nektek ti más, eddig lányoknak más kapnak terhelést, más jellegűt. Volt-e valami hibás berögződése a Lajosnak, amit ki kellett küszöbölni? Mert hogy így megvan annak az előnye, ha valakit te kezelsz az elejétől, de akkor... Szerintem még azért mindig vannak. Vannak, lóg még állandóan a keze, ugyebár, és azért nehéz súlyban ez azért elég kockázatos, mert itt hatalmas ütések vannak, főleg 100 kiló felett. Mozgása is kellene egy kicsit gyorsítani rajta, úgyhogy... Hát ez a kötött fogásból ered minden, mert ott azért egymásnak ugranak a fiúk, és... Meg elég statikus. Statikus. És akkor csak kitartani kell nagyon sokszor. Ez sok erő kell megkondni. Viszont így, hogy volt birkozóként, azt gondolom, nem én gondolom, mások is mondják, más edzők, akik együtt dolgozunk, hogy elég jó rúg meg őt ahhoz képest. Úgyhogy kombinációk is jók. Nyertünk meccseket már például könyökkel, tértechnikával. Úgyhogy ez mind olyan, hogy ezek viszont meg mennek elég jól. Beszéljünk most egy kicsit az RFL-nak a meccseiről, hogy ez miben más, mint amiben korábban voltál akár, és hogy ez mennyivel eufórikusabb érzés esetleg, hogy egy ekkora szervezetnél tudsz harcolni. Hát, ugye itt mindjárt nagy különbség az, hogy ez már, amióta RFL-nál vagyok, én ott csak profiként vagyok, szóval az más, mint az amatőr, szóval 5 perces menetek 3 helyett van, könyök és tért használat fejre, aztán nem is tudom, ennyi. Edzői szemmel nekem más is jelent ott, annyi, hogy különböző helyszíneken van. Meccseltünk Prágába például, meccseltünk Pesten, nagyobb városokban, nagyobb közönség.
Általában most is elmondhatni, azért nagyon sokat számít, hogy Kassán is úgymond 7000 ember ellen fogunk meccselni. A hazai közönség, Tomás Mosny hazai srác, Kassa nagyon népszerű srác, hogy fel fog robbanni. Ugyanúgy a csarnok, mint nálunk, csak úgyhogy azért 7000 ember szurkol, azért nagyon, a versenyzők is nagyon jó, meg no, ez egész más. Nem más szint. Megváltozott a ketrec méret is, nagyobb a ketrec itt az RFA-nál, mint ahol szoktunk meccselni, mert általában a sokszor az én ketrecem is meccselt Lajos amatőr meccseit, és kör alakú a ketrec, az itt számít a stratégián, mert ugye másképpen mozogni, mint egy nyolcszögletű ketrecnél, ott vannak oldalfa szélek, itt nincsenek. Ez csak ilyen stílus, amit az RFA diktál, hogy kör alakú legyen a ketrec, hogy ennek van valami funkciója? Nem, állítólag a UFC levédte ezt a nyolcszögű ketrecet, és ezért azért van oktagonnak is, a RFA-nak is kör alakú ketrec, mert ő levédette ezt a nyolcszögűt, úgyhogy állítólag pedig ezért, oktagon lehetne a nyolcszögű, de... Oktagon, igen, de szerintem szabályzat miatt levédték is, azért kell. Sok minden megváltozott ott, maga kesztyű méret is megváltozott, ugye kisi az a kesztyű, sok minden. Meg ugye ez a hangulat is tiszta más, ugye, mert általában igazából eddig szinte mindig én idegenben voltam. Egyedül Pest, ami úgy nekem mondható, hogy hazai közönség, ott nagyon sok ismerős volt, ami nagyon jó volt, de ugye a másik két meccsemen meg idegenben voltam, például legutóbb májusban Havízsóban, ott a 2-3 ezer ember ott ellenem szurkolt. Ezt ki tudod zárni egyébként? Mert mondod, hogy csak utólag emlékszel rá, de hogy akkor így, ha visszaemlékszel, mi közben harcolsz, az neked... Én akkor úgy nem is nagyon hallok igazából semmit, hogy szelektálok ugye a Peti hangjára, meg aki ott szokott lenni a sarokba. Esetleg pár ismerőst hallok, például, hogy gyerünk, vagy... De nem vagy fújognak ilyesmi. Meg ilyenek, tehát ez nem divat, ez nyugtassatok meg, hogy ez nem divat. Nem igazán, nem. Kassára azért kíváncsi vagyok, mi lesz. Ott más lesz, meg ugye több ember is lesz. Meg már most azt hiszem, csak ilyen 1000 jegy van. Ez zorva. Hát igen, mert azon a részen tudtam, hogy nem nagyon van ilyen típusú rendezvény, úgyhogy ott elég meg ott elég sok ilyen kassai sztár lesz. Ugye. Tomás Mosny is nagyon... Nagyon népszerű volt, meg lesz a Viszlai Magyar is. Na minden, csak annyit mondok, hogy ha megverik a Tomit, akkor nem megyünk ki az after partyra valószínű. Viccelek, nem, nincs, abszolút nincs semmi. Mindenki sportszerű előtte, utána. Hála Istennek nagyon jó viszont ápolunk a szervezővel is, úgyhogy... Amikor megtudtátok, hogy a Mosny ellen kéne menni, az rögtön azt mondtátok, hogy persze-persze, vagy azért így gondolkoztatok rá, hogy biztos akarjuk mi ezt? Készen állsz-e egyáltalán rá? Te szerinted készen áll rá? Én amúgy emlékszek, mert pont, nem is tudom, májusi meccs után, vagy nem is tudom, valamikor valami volt, és pont melegítettem be, és akkor hívta a Boris a Petit, és akkor így Peti, hogy tudod ki az a Mosny, hogy vállalod vele a meccset? Hát mondom, persze, mondom, mert... Ja, de tudtad, hogy ki ő. Én tudtam. Persze, és rögtön rávágtam. Ismerik őt. Ő az úgy nagyon képzett srác, mert ő neki nagyon erős állóbonyós. Ugye a... Szerintem így Szlovákiában, ő súlyában a legjobb. Legjobb a legjobb. Ő többszörös Glory győztes is, ami egy világszintű szervezet. Állóbonyó nagyon jó. Ami hiányossága, amire fogunk alapozni, az a földharca. A levitelek elleni védekezése. Hát csak őt levinni ekkora súllyal. Meg kell oldanunk. Állóbunyóba úgy érzem, egyelőre nem tudnánk vele felvenni. Csak állóbunyóba a kesztyűt, úgymond, és de földön megpróbálja megoldani. Viszont ők is tudatosan készülnek Lajosra. Levitelek ellen gondolom birkózós rácokat beszereztek, akikkel tud, aki ellen fogja védeni leviteleket. Úgyhogy... Viszont ezt beszéltük, hogy nehezebb dolga van ebből a szempontból a Mosnynak veled, mert neked sok a KO győzelmed, és ezért nem nagyon lehet... Nem tud belőlünk felkészülni. Igen. Tehát meccsfelvételek alapján nem annyira tud rád készülni. Igen. Te viszont látod neki a hosszabb meccset? Elmondható, igen. Ez előny. Igen. Ez előny. Én már ötször megnéztem az összes Glory meccsét is mindent. Kielemeztük őt több edzővel is, szakértőkkel is. És mondhatni azt, hogy ez a meccs a stílusok harca lesz, úgymond birkózó, vagy ez a csicus a állóbunyós ellen. Kíváncsian várjuk.
Előbb szó esett világszervezetről, és ugye azt tudni kell, hogy téged már ez a on the road a management, tehát ez az amerikai szervezet felkarolt, hogy erről mesélnél egy kicsit, hogy hogy jut el hozzád egy ilyen szervezet, miért pont ők, mert ha jól olvastam, akkor az európai szervezetek nem tudtak neked olyan feltételeket, most nem tudom, hogy ez közös döntés volt, de hogy nem tudtak olyan feltételeket kínálni, amire azt mondtátok volna, hogy ez oké, ezt elvállaljuk, és akkor jött ez a minden közös döntés, mindent megbeszélünk. Még a legapróbb részleteket is, a étrendet, edzőpartnereket, mindent megbeszélünk. Mikor hol menjünk edzeni, tényleg, hogy mindent hála Istennek. Tehát akkor szerződést meg pláne megbeszéltek. Ő se döntök ő nélküle, ő se dönt én nélkülem, úgyhogy ez hála Istennek nagyon jól működik közöttünk. Meg ugye mindig Petinek szólok mindjárt először, például amikor megkerestek, akkor is, meg amikor a többi is megkeresett, akkor egyből ugye írtam. De rád írnak? Vagy ezt is kell elképzelni? Igen. Vagy meccs után oda mennek már, hogy ugye említetted még a múltkori podcastot. Amerikai a srác, amerikai megkereste őt. Igen, mert ugye van ez a két oldal, a Sherdog meg a Topology. Ott rangsorolják ugye a bunyósokat, és ott talált rám igazából mindenki, meg ez a amerikai srác is, Brian, és akkor írt nekem Instagramon, hogy van-e menedzsmentem, vagy akkor mik a tervek, ilyenek beszéltünk pár szót, és akkor mondta, hogy szívesen menedzsen, vagyis hogy a menedzsment szívesen menedzsel engem, hogy akkor szóltam a Petinek, és pont úgy volt, hogy nővérem kint él ugye Amerikában, és pont mentem ki hozzá, és akkor mondtam a Petinek, hogy akkor találkozok vele személyesen, és akkor meglátom, hogy mi lesz, meg mik a hát igazából ez a százalékok játéka itt a menedzsmenttel, hogy ki mennyit kap, hogy miből mennyit. A meccspénzekből. Igen, mert ugye én más nem kapok, csak meccspénzt. És egyelőre. De, majd szponzorit is. De akkor ők intéznek mindent, meg ők szervezik neked az ellenfeleket, meccseket, stb. Megtárgyalják le a meccspénzeket. Igen. Tehát, hogy neked amúgy elég sok terhet úgymond levesznek a vállalatokról, hogy ezt nem nektek kell intézni. Igen. Meg ugye itt eleve ugye én mondtam, hogy én már nagyjából, ez mikor volt, ilyen július-júliusban, akkor már így valószínű volt, hogy fogok itt bunyózni Komáromba is, meg így ősz végén úgy volt, hogy november 25 Pesten fog bunyózni. Szóval utána ugye jött ez a kassa, de ebből igazából ők még nem kérnek semmilyen százalékot, mert ugye ez már úgymond előtte le volt fixálva. De hát még nem ők szervezték. Tehát nem tudom, hogy ilyenkor ezentúl te magadnak már nem intézted, mert nem tudom, hogy RFA-t mondjuk mennyire üti. Vagy most mindent velük már meg kell beszélni, vagy hogy ez így hogy vannak leültve? Kell tudniuk róla. Kell tudniuk róla mindenképp. Meg ugye volt már több meccs is, hívtak, ugye intéztek volna meccset Abu Dhabiba is, meg New Yorkba. New Yorkba is egyet. New York, ja, igen, ott New Yorkban meg egyet decemberre, Tokióba, de ez kickbox, de ezt ugye. Aha. Nem, csak ugye közben is jött ez a sérülés, meg ilyen nagyon ilyen gyorsan lett volna, szóval ilyen két hét felkészülésem lett volna, én meg úgy nem voltam úgy, mert ugye nyáron ugye nyaraltam, meg úgy pihentem, de az edzésben is voltam, de nem voltam. De mennyit kéne várni? Bocsánat, hogy közben mennyit kéne várni két meccs közé? Minimum 6 hetet fel tudjunk, mert egy állandó felkészülésben vagyunk, úgyhogy állandó napi edzésben vagyunk, napi kettőbe, de az egy más, egy versenyfőkészülés, 6-7-es. Szerintem inkább az a 8-10 inkább, de a 6 is elég. Ellenfél függő is. Sok mindentől függ. Súlyt nem kell csinálnunk. Viszont Lajossal úgy beszéltük, mert 93-ban is vállalunk majd meccset, úgyhogy, mert ő meg tudja csinálni, hogy előd említette a 93 kilót. Meg igazából én ott is szerettem volna profiként, csak ugye RFA bedobta Roland Rack ellen ezt a nehéz súlyú meccset, és ugye megtetszett, hogy nem kell fogynom. Voltak ennek jó oldalai. És oda kaptam, igen. Meg ugye kevesebb a 93 kilós. Nagyon kevés. Hát akkor ott kimaxolod, és akkor utána jöhet. Hát az a terv, hogy megnyerem az övet, azt utána 93-ba is. És akkor az RFA-t nem üti ez a on the road management? Vagy ez nincs közel kettőnek egymáshoz? Mert hogy az RFA-val is le vagy szerződve? Nyitott szerződésünk van RFA-val, hálós, el tudok érni, hogy nyitott szerződésünk legyen, úgyhogy ha Borisszal megbeszéljük a tulajdonossal, látunk menni egy más szervezethez is. Ugyanúgy, mint most ez a Komáromi. Komáromi, ott is megbeszéltük vele, úgyhogy. Tudtam, Malta, azért olyan babérokra is szeretnél törni, hogy akár egy UFC, egy
Ultimate Fight klubos övet is szívesen szerezné, hogy ez mennyire reális cél egyébként? Mert így, hogy merjünk nagyot álmodni, értem, de hogy amúgy ez mennyire reális? Hát ugye azért is választottam ezt a menedzsmentet, mert itt nem csak ígérgetve van, hogy majd be fogsz jutni, meg mit tudom én, hanem fel is tudják mutatni, hogy van nekik 15 bunyósuk a UFC-be, 10 a Bellatorba, és ilyen nagy szervezeteknél mindenhol van nekik embereik, szóval megvan a kapcsolataik, és igazából ezért is választottam, meg választottuk, mert ott is, ugye... Mert hogy itt látod, hogy igen, ebből, itt látom, ebből hogy innen valami. El tudok jutni a következő szintre. Ketten is Szlovákiából bent vannak a USC-be amúgy, úgyhogy abszolút nem lehetetlen. Csehek közül nagyon sokan bent vannak, lengyelek közül rengetegen bent vannak. Abszolút nem lehetetlen, meg ahogy előbb említettük, keresik ezt a 93 is, illetve nehéz súlyokat. Uh-huh. Egy nehéz súlyú srác van bent, ugye, a budai, igen, meg a Lajoska Klein is bent van, ő azt hiszem 66-ba bunyózik USC-be. Tehát ez ritkaságnak számít, akkor innen jó. Be lehet jutni, kerülni. Meg lehet célozni első lépésként esetleg a KSV-t, Kásvút Lengyelországban. Az is egy hatalmas szervezet, Európában a legnagyobb szervezet, világszinten szerintem első 3-4-ben benne van, úgy közel is van, úgymond. Úgyhogy most voltunk egy gálájunk nyáron, ahol 65 ezer ember volt az egy stadionban, az egy hatalmas motivációt adott a Lajosnak, ahogy láttam rajta. Nekem nagyon tetszett. Látod magad először, hogy na majd egyszer ott? Meg ott ilyen ott, nagyon ott? Nagy show csinálnak. Szóval sokkal nagyobb show csinálnak, mint UFC például. Igen. Sokkal nagyobb. Volt egy autóval vonultak be, meg ilyenek. Nagyon. Akkor már látod magad előtt, hogy majd te is így belépvensz. Nagyon komoly. Nagyon, jó Skodával majd így belépvensz. Akár. Csak hogy valami hazait képviselj, tudod. Úgyhogy nagyon nagy szervezet. Nagyon, okay. Nagyon erős bunyósok vannak, nagyon képzett bunyósok vannak. Úgyhogy ők sok KSV és sokan átléptek a UFC-be például. Ha vissza kell gondolni, mi volt az első találkozásod vagy élményed a küzdősportokkal, vagy akár az MMA-val, akár gyerekkorodból van-e valami élményed, vagy az, hogy a szüleid elvittek, beírattak birkózásra, és akkor ilyen, ott kezdődik. Ilyen óvisverekedés, vagy ilyesmi? Akár. Amúgy igen, van egy ilyen kérdésem is, hogy mennyire voltatok verekedős gyerekek, ez mind a kettőtökhöz irányít, hogy van egy ilyen előszele. Nem, amúgy régen tévében néztem még a boxot. Tudom, még ugye az Erdei Zsoltit, Kokót, meg így, ugye, édesapámmal néztük a boxot, aztán nem tudom, hát ugye falusi vagyok, ott... Meg kell védened magad időnként. Igen, ott leszáll az éj, ott elcsattan egy-két pofon. Aztán nem is tudom, igazából én iskolás, vagyis hogy először édesapám kivitt birkózóedzésre, akkor nem tetszett meg, én nem tudom, hogy nem jött be. Focizni hány éves akartam. Voltál akkor? Nem tudom, 6. Hét. Tudnám kicsak. És akkor utána, amikor ilyen 10 éves voltam, akkor volt ilyen toborzás, és akkor ugye ilyen több haverommal elkezdtünk járni, és akkor én ott ragadtam igazából, aztán onnan már csorda szellem oda vitt, és igen, akkor és akkor én meg ott maradtam. Mert akkor így pont jó volt, mert ugye fociztam, kedcsütörtök volt foci edzés, hétveszed a péntek meg birkózó, és akkor ott ragadtam. Lekedős gyerekek témakörre. Rácsatolnék, hogy te is mennyire voltál verekedős. Nem voltam verekedős. Egyáltalán? Nem voltam verekedős gyerek. Uh-huh. Nem, én elég későn kezdtem el a alapsportomat, a karatét, Kyokushinkai karatét, egy ilyen 14 éves koromban, azt mondhatni, az egy késői kezdés. Nem voltam igazán. Hát aztán dolgoztam a éjszakábot meg, tehát ott meg sajnos előfordult, de én soha nem akartam bántani senkit, de hát volt mikor. Védeni. Volt, igen. Amikor igen, agresszivitással, lehet, hogy agresszivitással válaszoltam, ami nem volt helyes mai szemmel már, de hát előfordult, akkor éjszakában dolgozol, vagy portázol, ugye, és előfordult, sajnos. Édesanyám néz, úgyhogy nem voltam annyira. Oké, okay, tehát, hogy a hivatalos verzió az, hogy soha nem verekedtél, igen. Se hovibba, se suliba. Nem volt beírás. Nem voltál nem. Ilyen rettenthetetlen. Nem, amúgy tényleg nem, csak ugye hát van, amikor elkerülhetetlen. Szóval akkor meg kell védenem magam, de hát ennyi, de hát ez szerintem mindenkinek így van. A környezetet hogy áll ahhoz, hogy küzdősportolsz? Ilyen
örülnek neki, hogy meg tudod őket védeni, vagy ez a hú, veszélyesnek tartják, és akkor jaj, Lajoska, mit csinálsz? Vagy... Hát, szerintem annyira úgy nem örülnek, de támogatnak teljes mértékben. Megpróbáltak lebeszélni valaha? Hát, hogy igen, igen. De ez így a szülő? Vagyis, hogy annyira úgy nem is csak, amikor nem is tudom. Elején ugye, akkor elkezdtem Petihez járni, akkor ilyen sok ilyen horzsolásom volt, ugye fejmunkám nem volt, most sok ütésben nyertem. És akkor édesanyám, hogy jaj, Lalikám, megint bántottak, hogy minek kell ezt csinálni. Nem utálta a Petit ezért, hogy már nem, megint bántottak. Nem. Csak, hogy minek kell ezt csinálni, meg ugye mindig van valami sérülésem, sípcsontom, valami mindig fáj, és hogy akkor minek kell ezt csinálni, ez volt így elején, de most már így nem. Megszoktad már a fájdalmat? Meg lehet szokni a fájdalmat? Szerintem inkább így a fájdalom küszöb, így eltolódik. Meg lehet szokni elviselni. Uh-huh. Megszokni fájdalmat, nehéz, de elviselni. Az a lehet, hogy már hiányzik, hanem fáj. Ki van tolva a fájdalom küszöböd, ugyebár, úgyhogy meg lehet szokni. Uh-huh. Meg azért folyamatosan keményítjük egymást, a combot, a testet állandóan, ugye a fejet azt nem lehet felkeményíteni. Sajnos. De sajnos, de azért egy állandó terhelés, mikor kapsz azért... nagyon nehéz munkánk van, mert úgy, ahogy most előbb is elmondtuk, többféle küzdősportot úgymond meg kell felnőni több küzdősportba, úgyhogy kell nekünk egy edzésen belül kötött fogást, szabad fogást, brazil jitsut, állóharcot csinálnunk, boxot csinálnunk, leviteleket, falmunkát, úgyhogy nagyon-nagyon megterhelő ez a sport, mindenki nagyon szívesen várok edzésre, megnézni, akár kipróbálni. Az a baj, hogy nagyon sok az előítélet, hogy elmegyek hozzátok, úgyis majd megvertek. Abszolút nincs megverve senki. Én első pár hónapban nem is engedem kontaktba őket. Sőt, beosztom, hogy ki a haladó, ki a kezdő kategória. Nem engedem például Lajosnak is, minimum 16-os kesztyűt kell használni. Ez a 10-10-es kesztyű, amiket én használtunk, meg zsákon szétvert kesztyűket, már nem engedem meg senkinek. Kötelező a fejvédő, a herevédő, a fogvédő, a lányoknál a melvédő, úgyhogy vastag sípcsontvédő, úgyhogy ezek sajnos előíteletek, hogy megvannak. Nincs megverve, abszolút nincs megverve senki. Így globálisan, ha kéne mondani, szerinted mivel gyűlik meg leginkább a bajuk a sportolóknak most akár profiként, akiket edzel, vagy amatőrként, vagy hobbi szinten, hogyha jön oda valaki, hogy mi az, amit a legnehezebben nevez beléjük a sportolókba? Van-e ilyen? Mondhatom azt, hogy a srácok nagyon tisztelettudóak, ezt otthonról is hozták, én is neveltem beléjük ezt, hogy mindenki a tisztelettudók lenni. Nem engedem meg nekik, hogy a erejüket esetleg, vagy tudásukat a éjszakában használják. Hát, mi a legnehezebb talán? Hogy azt, hogy ne káromkodjanak az emberek. Nekem az a legnehezebb. Nem, kollektív, nem. Tudod te is, ha jársz az emedésre, kollektív büntetés, ha valaki káromkodik. Én azt gondolom, hogy mondom én, a Kyokushin Kai-ból az ott nagyon tradicionális volt, ott egy szót nem lehetett szólni edzésen, 100 fekvőtámasz járt azért, ha valaki... Egy szót nem lehetett szólni? Ezt lehetett káromkodni, hát szót jaj. Se lehetett. Nem, ja, azért, nem, mert rám szoktál szólni, hogy... Nem, de ott, ha csípőretetted a kezedet, 100 fekvőtámasz volt, késtél, akkor addig... Akkor te nagyon kedves vagy ehhez én képest. Én most kedves vagyok, azt a tradicionális vonalat vinném, akkor, nem járna senki. Az ott nagyon szigorú volt. Nem engedem meg, hogy káromkodjanak a teremben, mert tisztelni kell a termet, a szellemét a teremnek. Hát nem szeretem, ha valaki késik. Tiszteletre kell lenni, higiéniát betartani, ugye körmöket levágni, tisztán odajönni terembe, mert ugye köröm is tud okozni olyan sérüléseket, hogy végigkarcolják. Ugyanúgy a meccseken is előtte nézik a lábkörömet és a kézkörömet, azt rendbe kell tartani, nem lehet hosszú, ilyesmi, úgyhogy... Talán a legnagyobb problémám az, hogy rendet rakni, mert de ugye lassan tanítgatom őket, mert minden otthagyott dologért elkérek 5 eurót, úgyhogy... Tényleg? Persze, hogyne, mindenki 5 eurót, és... Milyen rendesek vagyunk, nem adjunk a valamikor lemegyek hétfőn a terembe, és úgy indítok, hogy keresek 40 eurót. Úgyhogy... Akkor nagyon jó. Én szerencsére nem tartozok ide. Nem tartozok, de vannak hanyag srácok, akik eladják a felszereléséket. Én nem tudom, hogy... Úgyhogy rend, tehát sok téren neveled. Nevelem őket, úgyhogy nem csak edzőjük vagyok, sokszor nem úgy érzem, hogy apjuk is. Hogy eljönnek után magánéleti problémákkal is, abban is próbálok nekik segíteni. Uh-huh. Úgy, akinek nincs esetleg munkahely, próbálok találni munkahelyet is, mert ugye elég nagy a baráti köröm, hála Istennek, úgyhogy... Akkor multifunkcionális tevékenységet töltesz be. Oké.
Ha választanod kéne, van-e valami, valaki olyan harcos, akivel egyszer úgy be akarsz állni a ketrecbe? Vagy fúha, nincs ilyen gondolatod? Én nem tudom. Ilyen példaképszerű? Akár az is lehet. Hát példaképpen nekem a John Jones. Én őt nagyon szeretem. Meg... De és megküzdenél-e vele? Fú, nem tudom. Hát nagy megtiszteltetés lenne, meg biztos egy jó nyugdíjat adna. Szóval így igen. Hát nem tudom. Hát mi nincs így konkrét? Legalább így megpróbálnám. De nagyon jó, szerintem. Komplex bunyós, legkomplexebb bunyó szerintem. Állóba, földön. Csak hát vannak magánéleti problémái. Ugye, sokan emiatt nem szeretik. Elvitte az életét sajnos. Kokain problémák, egyéb... Hát ez sok mindenkit utolér, akinél nagy a hajtás. De bunyóba top, legjobb. És már most felment nehéz súlyba is. Mert na, hát akkor még, volt, hát akkor még akár reális is lehet. Középsúlyba volt felmentő is, úgyhogy ő is úgy, ami Lajos tudja váltogatni ezt, igen, a közép, illetve nehéz súlyt. Akkor az, de most pont mondani, érdekes volt, mert amikor az első amatőr meccsen volt, ugye 93-ban, akkor jelentették be rá egy hétre, hogy felmegy nehéz, úgyhogy megijedt tőle. Lehetséges, hogy már hallott a híredet, soha nem lehet tudni. Ha visszagondoltok, akkor mi volt a legkeményebb meccsed? Te is elmondhatod, mert lehet, hogy ez két különböző, és most ezt nem kell olyat mondani, hogy most akkor és sikerült nyerni, csak mit tudom én, akárhogy sérültem. Tehát csak nyertem. Oké. Okay. Jó, de azért amatőrben meg biztos volt, hogy azért mondom, hogy én ezt most ilyen komplexen kérdezem, hogy volt olyan, hogy sérülten álltál föl, és ott helyt tudtál állni, akár most mint a lokál legencen, vagy csak tényleg valaki olyannal tudtál mondjuk két menetet kibírni, és akkor tehát, hogy ilyen... Hát, ugye a mostani, hát a bunyó, ez nem vagyok azzal megelégedve, de ugye sérülten odaálltam, és nyerni tudtam, ami fontos, meg... A második amatőr meccsem az volt kemény a Krizsánnal. Uh-huh. Egy kétszeres világbajnok kickboxos, ő is nagyon jó állós, az kemény volt, utána sántítottam egy két hétig, mert szétrúgta a lábam. Ott is pont az első nyertem, ugye. Aztán, hát ennyi. Jó, ezek hát voltak így. Akkor beugrott egy konkrét ilyenek keményen, úgyhogy oké. Én azt gondolom, hogy mostani ez a lokál legendes volt a úgymond legnehezebb, de nem az ellenfél miatt. Nehéz volt az ellen, erős volt az ellenfél, és ez a sérülés miatt, hogy abszolút nem önmagát adta, a stílusát. Két és fél hét nem tudtunk semmit edzeni, nagyon rávetítette a stílusára azt is, nagyon vigyázott az órára. Úgyhogy ez, azt látom, hogy ez volt a talán a legnehezebb kihívása. Itt önmagammal is. Igen, önmagával is harcolt, a sérüléssel is harcolt, ez volt. És sajnáljuk, hogy a komáromi közönség előtt nem tudott úgymond megmutatkozni. Nem azt a maximumot, amit abban szoktál. Nem önmaga volt, mert... Látványos bunyót termesztem. Nem volt látványos annyira bunyó, úgyhogy... Hát meg ugyan senki nem tudta, hogy amúgy törve van az orrod, tehát igen, hogy ezt csak utólag kaphattak erre magyarázatot. Próbáltuk titkolni. Pár ember tudta. Uh-huh. Igen, de ez volt a legnehezebb. Mire vagy eddig a legbüszkébb a pályafutásod során? Ez is lehet akár cím, akár konkrétum, hogy... Legbüszkébb. Vagy mondjuk itt és itt kitartottál, vagy nem tudom, betegen edzettél, vagy nem tudom, valami olyan, ami ilyen... Fú. Hát ugye ez majd a... Vagy ez a management. Hát hogy kiérdemeltem ugye a címmeccset. Uh-huh. Erre ugye büszke vagyok. Majd decemberben arra leszek, hogy megnyertem az övet. Veretlenségem, hogy jól ment. Mert igazából én úgy indultam, hogy csak ki szeretném próbálni, hogy milyen érzés, megtetszett. Itt maradtam azóta. Uh-huh. Uralkodok. Ennyi, Lajos király. Mire elég ez a 6-7 szerintetek? Vagy mennyi van hátra? 4-7 most már csak? 6-7 van, 6-7. Hát muszáj lesz, hogy elég legyen. Vagy fogjátok beosztani. Előbb is említem, muszáj beosztanunk, hogy muszáj megtalálnunk azt a határt, hogy mikor fejezzük be ezt a száraz, úgymond edzés, száraz terhelés, mikor érkezik a spanningokat. Nem szeretnék december 2-án ketercben úgy, ha fellépne, hogy törött óra, újból törött óra, vagy sérültem. Mert nekem is már volt eltörve az orrom, nagyon kellemetlen. Uh-huh. Maga az alvás kellemetlen, hogy forogsz a párnán, ráfordulsz,
pont nap, valamelyik nap játszott a kutyával, pont említette, hogy kicsit neki ment a órának, és már az fájdalmat okozott neki, akkor nem még egy 130 kilós embernek az ütése. Hát, úgyhogy, akinek nagy az ütése. Akinek még nagy is az ütése. Nagyon nagy az ütése. És hát jó. Nagyon meg kell találnunk ezt a határvonalat, hogy mikor kezdjük ezt a terhelést, most milyen terhelést nyomunk rá. Hát igen, szerintem ez itt most a fő szempont, hogy mikor tudok elkezdeni sparringolni, meg kontaktmunkát végezni rendesen. Hogy mikortól van az, hogy mostantól lehet, és orrom nem bánja. Jó, hát nagyon-nagyon sok sikert és erőt és kitartást kívánunk addig, úgyhogy tedd még büszkébbé Komáromot, azzal, hogy hazahozol kassáról a szlovákok közül egy övet, úgyhogy ehhez nagyon szorítunk. Köszönjük mindenkinek, aki velünk volt, meg hát nektek is, hogy eleve eljöttetek. Köszönjük szépen. És ne felejtkezzetek el feliratkozni mindenféle csatornánkra. Sziasztok! Sziasztok! Hello, hello! Szia Podcast!